Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgető társak Lang Györgyi és Falusi Marian. Pont most haraptam egyet, úgyhogy bocsánat. Hello, jó reggelt kívánunk, minden rendben van. Az a lényeg, hogy egy csomóan nem kapcsolják ki a rádiót, de van, aki kikapcsolja a rádiót, mert volt egyszer egy ilyen, hogy amikor csak úgy beszél, amikor nem tudja, hogy mit mondjuk. Mert annyira megszoktam, hogy ott még van. Igen, én is, és hiányzik. Na mindegy. Mari? Jó reggelt, sziasztok, mi van? Nekezd. Tegnap azt találtam ki, hogy veszek magamnak egy műszakállat. Igen. Egy nagyon hosszú hajat. Igen. Mert emlékszel-e arra, hogy 8 évvel ezelőtt, akkor nem akkor se a Kövér László. Hogy jön ez most a szádra ezelőtt? A Kövér László. Hát kövérek vagyunk, csak ez. Igen. Ja, nem akkor szegény, se. Tudná, hogy a neve az illik ránk, akkor azt hiszem öngyilkos lenne. Igen. Hogy 8 évvel ezelőtt a Kövér László azt mondta, amikor már igazán undorító volt a haja, és ilyen zsírosan lógott, hogy majd akkor vágja le, ha ez a kormány megbukik. Úgyhogy én most veszek egy műszakállat, egy műhaja. Igen. És majd addig hordom, amíg ez a kormány megbukik. Jó van, Gyögyikém, nagyon vicces vagy így kora reggel. Azt hiszem, rá fog égni a fejemre. Anyukám ott ül a számítógép előtt, és hallgat minket. Szervusz, anyuci. Az enyém a rádió előtt. Remélem, hogy ül. Valakinél van vétel. Meg hát, igen, sokan ülnek még. Na mi van egyébként? Nagyon röhögök ezen a jelen helyzeten. Jó, igen, ez most nem a mi dolgunk, azt majd beszélik mindenféle műsorban éjjel-nappal. Jó, de mi dolgunk is, miért? Jó. Kérdezzél. Mivel mi a helyzet? Hát veled, ilyenkor mindig kiszokták. Jaj, Mari, olyan jó. Igen, hát még változatlanul vannak problémáim, nálam nincs internet, szóval arra senki nem adott tanácsot, viszont képzeld el. Tegnap már meleg vissza volt nálad, úgyhogy... Jó van, kicsit leépülőben van a lakásom. Lehet, hogy... Igen, mert beteg a Samula jön. És ő jönne. Hogy az van, hogy képzeld el... Igen. Egyrészt nagyon jól nézett ki Jancsi, aki a Víg Színházban díjat adott át ezen a filmes idén. Nagyon büszke voltam rá, hogy voltam a Rangos Katalinnak és a Szegvárénak van egy műsora, igen, vagy egy tévés műsor, ilyen internetes, és ott elmeséltem, hogy nincsen járó a 8 lépcsőfokon. Igen. És jelentkezett egy nő, hogy van egy ilyen lépcsőjáró cucc. Úgyhogy nem, ez Rangos olyan, Katalinnak ilyen... és Szegvári Katalinnak ezúttal is nagyon köszönöm. Ez olyan, mint amikor cipelik a rekeszeket a... Igen. Itt én leszek a rekesz. Csak mi ez, akkumulátorral megy, és fölmegy a lépcsőn. Meg le is jön, úgyhogy neked se kell majd össze-vissza. Ja, mert majd én is ott ráállok, és... Nem! Jaj, nem, nekem kell tolgálni. Nem, neked kell semmit, nem kell csak tartani. Ó, hát az a néhány sérv, ami alakult az utóbbi években. Kutyafüle! Na, beszélgessük a vendégesek. És az előbb berohant a kutya. Majd ünnepi Kósa Lajos 54. születésnapja. Ó, Lajos! Nagyon gratulálunk neki. Egy méltó szép ünneplés. Jó, sok pénzt kapott ajándékba, nem? Na, nekem is nem sokára születésnapomban nem írhatnék annak a hölgynek, hogy, nekem... hogy azt csak egy picit csippen nekem meg még belőle. Előbb születésnapom, úgyhogy igen. Írjunk sok-sok levelet. Akkor írjunk levelet, igen. Na, mindenki. Van vendégünk. Édes Olajosom. Írd azt, hogy nekem adtad ajándékba, és majd valamit kitalálunk, van vagy vendégünk. Megbukunk. Van vendégünk. Megbukunk? Igen, van vendégünk, Balsai Móni. És egy szuper vendégünk van, akiről én azt olvastam vele mindenféle ilyen riportokat. Tudtam, hogy a vízivel jössz, a vízibalettel, ami nem volt igaz. Egyáltalán nem érdekel a vízibalett. De. Nem, azt olvastam, hogy lenni? Egy ilyen nagyon szerény és nagyon kedves és visszafogott ember. Szegény, meg sem mert szólalni. Szegény, mert ezt hallja, ezt a cunamit itt elindítottuk. Nem ez érdekel engem, hanem az, hogy mi neked a polgári foglalkozásod, amihez édesanyád ragaszkodott? Én kozmetikus vagyok. Na hát, mert az én anyám de is jó, engem működött. Van valami a tartomban, az én zsúlyt. Azt mondta, kell valami rendes szakma, de igen, hát akkor neked igen, is úgy volt ez, ugye? Két kezi rendes szakma, ez tök megnyugtató, hogy van egy ilyen. Neked is neked megnyugtató, hogy nekem az anyukádnak volt? Anyunak megnyugtató volt, és nekem most meg már megnyugtató. Van. Igen. De azért olyan nem fordul elő, ugye, hogy az öltözőben, akivel együtt öltöző, azt mondja, Móni, nézd már meg, itt van egy akkora pattanás nem, az arcon. De nem egyébként értesz, tehát meg tudnád még csinálni, bármikor nekiállnál ez ilyen naprakész dolog, vagy pedig nem lehet az alapokat, azokat igen,
tehát nyilván évek, sőt, hónapok alatt változik mindenféle technika, ilyen gépek, olyan gépek, tehát azt folyamatosan egy kozmetikus mindig tanulja ezt, hogyha akarja a lépést tartani, de hát az alapokat, azokat megtudnám. De és egyébként téged érdekelt is? Van már, hogy én nagyon szerettem, mert én, hogyha nem színész vagyok, akkor biológiával foglalkoznék, és ez a rész. Volt egy olyan időszak, amikor kozmetológusnak akartam tovább menni, tehát ilyen rendkívül tetszenek a ilyen mindenféle kelések és sebek. Tehát, hogy ezt én nagyon... Szerintem nagyon... is igen, isteni dolog kinyomkodni. Engem ez érdekelt, igen. Tehát, hogy... meg ezek a fertőző, tehát hogy a bőrbetegsége. Kedves hallgatóim, nagyon, nagyon erősen csillog a szem a fertőző keléseknél. Nem akkor tényleg, tehát kelni, hogy igen, akkor rán kellett kelni. Ne, szóval, hogy ez érdekelt, tehát, hogy, meg hát a bőrről tudunk a legkevesebbet. És közben meg milyen jó és nagy. Közben, igen, hát kívül belül hámréteg vagyunk, és közben erről nem tudunk semmit. És a többi belül is hámréteg vagyunk? És a belső hámréteg is ugyanúgy váltja magát, mint a külső? Erre már nem tudok ilyen professzionális választ mondani. Jó, de... csak azért, mert az érdekes lehet, ne? Ennyire nem merültem ebbe bele, vagy felejtetted, nem tudom, de hogy, tehát, hogy ez, mint a bőr mellett egyébként még így a biológiában mélytengeri biológia, és az állatok érdekeltek, csak hát ahhoz közelebb kellene lenni. Jó, a mélytengeri, igen, de a mélytengeri állatok azok meg olyan megfoghatatlanok, tehát azok inkább közel állnak egy igen, ilyen. Igen, csak szintén ez is az a szakma, amiről szintén a legkevesebbet tudunk. Tehát, hogy sokkal és többet tudunk az űrről, mint a marianárokról, tehát, hogy ez... Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Milyen mélye marianárok? Az valami ma az a legmélyebb pontja. Igen. 11.000 méter. Igen, azt a mindenit. És figyelj, minden nap találnak valami új dolgot. Ez csodálatos. És ezt te fizikailag is részt veszel néha ilyenben? Tehát úgy, mint nagyon te nyarani, gyáva hogy belemenjél a búvárkodásba? Nem. 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 Tehát, hogy valószínűleg, hogyha a mélytengeri biológiával foglalkoznék, akkor én fönt csinálnám ezt, nem biztos, hogy lemernék menni. Fönt csinálod a mélytengerét. Igen. Hát, jó, hát nem tudod, ilyenkor sajnos fölhozzák a dolgokat. És ott... már? Hát persze. Amit fölhoznak, vagy hát, igen. Hát most ugye mondhatnám azt, hogy próbálják őket életbe tartani, de hát azt a nyomást, ami lent van, meg azt, tehát hogy azokat a körülményeket nem lehet. Igen, igen. Úgyhogy ez ennek egy szörnyű része, ezzel nem is feltétlenül értek egyet, de igen. Szóval, hogy... Amúgy te ilyen környezetvédő típus vagy? Igen. És állatvédő is gondolom, mert van kutyád is. Igen. Aha. És harcolsz is érte? Tehát kimész a ligetbe hozzákötni magad egy fához? Nem láncolom magam nem. Oda. Nem. De hogyha így értelmesen jó így ért, meg én nem szeretek hangos lenni. Tehát, igen hogy, én ezt inkább úgy csinálom, hogy hatékonyan, de tehát nem ilyen üvöltve. Igen, igen. Hát de valamikor kell üvölteni. Valamikor kell üvölteni. Biztos, hogy ennek is van egy olyan pontja, vagy pillanata, amikor... Ki szoktál borulni? Tehát vagy úgy ideges, hogy elkezdesz csapkodni, vagy kiabálni? Vagy hajjaj, persze. Igen? Ja, igen. Tehát ez a nyugalom, ez csak a... Tehát harcias nem vagy, de azért az életedet megvéded. Igen. Uh-huh. Meg magadat, meg igen. Az állatokat. Igyekszem, igen. Az csak nem verem nagy dobra. Ja, értem. Előbb akartam kérdezni, hogy a smink nagyon rosszat tesz a bőrnek? Igen. De azért sminkelned kell. Ne, hát nyilván, tehát, hogy az ember igyekszik a legtermészetesebb, vagy a bőrének legjobban működő krémeket, vagy sminkeket hát választani. Az nagyon rossz, mert az, hogyha napi 15-18 vagy 20 órát kell eltölteni valamiben, akkor az nyilván nem annyira tesz jót, de... Én, ha nem muszáj, akkor nem kenek magamra semmi. De az egyébként az érdekes, hogy ez a 15-18 óra, hát a színház, az tulajdonképpen még egy rövid dolog ahhoz képest, ahogy egy forgatás. Ami egy film, igen. Cs. Elég sokat forgatsz, és ott azért az embert próbáló minden igen. Tekintetben. Sminkileg, fizikailag, idegileg. Egyébként az a hogy a bőrömre jobban tudok vigyázni, mint a hajamra. Mert most például egy kicsit az adta föl most a szolgálatot ezekkel az állam. Hát egy forgatásnál minden nap hajat kell mosni. Meg hajat csinálni, igen, szóval, hogy ez most például ezt érzem. Ez is rossz, hajnak a parukát raknak rá? Hát egy idő után az is rossz, mert az is egész, igen, tehát, hogy az egész napot melegben, meg, igen.
Kellemetlen egy kicsit. Na jó, de hát annyira átsúlyozódik a dolog, és annyira nem erről van szó. Egy forgatásnál hát például, igen, hogy azért az úgy nem nagyon derül ki, hogy... Meg egy forgatás, az egy egyszer fogalmaztam ezt már meg, hogy igazából olyan, mint valami nagy kiképzőtábor. Tehát, hogyha nem ilyen egy-két napos kis epizód szereped van, hanem egy főszerepen. Igen, meg most ugye ősszel, vagy hogy nem, tél végén, tavasszal, úristen, egy éve, tényleg ez egy éve forgattuk le az Új Mészáros Károlynak az új filmjét, az X, római X10 címen fog majd menni, ez novemberi bemutató lesz. Abban volt a kulka, igen. Igen. És ott például 42 napot forgattam én. Főszereplő vagy? Igen. Nem, mellék szereplő 42 nap, és a többi? Lehet, hogy van ilyen is. Többi még 100. Igen. 42 nap. 42 folyamatosan? Nap. Hát van egy-egy nap leállás, csak mivel ez ugye színházi évad közben ment, ez úgy zajlott, hogy reggel 4-re jött az autó. 6-tól 6-ig tartott a forgatás, 6 órakor nagyon gyorsan átszállítottak abba a színházba, ahol éppen előadás volt este, és akkor ott 9:30-kor végelt az előadásnak. Jó esetben 11-re hazaérsz, és akkor... Igen, és ez egy ilyen 2,5 hónap, tehát hogy ezért mondom, hogy kiképzés, mert ez de ilyenkor kritikálisan, fiésen bele, tehát hogy közben meg tud egy függőséget is okozni, és hát ez a film... A Lizához hasonlóan szintén egy nagyon precíz, nagyon különleges, nagyon erőteljes dolog lesz. Ez most egy krimi dráma. És hát most ez nem egy édes, habos vígjáték lesz, hanem egy nagyon mély és tartalmas és izgalmas dolog. És nagyon más ilyet forgatni. Na azt mondd meg nekem ez évtizedek óta, kopjál az italomról, húzódó problémám. Tehát aki színházban játszik, ő megszokja azt, hogy az elején beleszeretek Rómeóba. Aztán szenvedünk, a végén egyé válunk, majd meghalunk. Tehát igen, van egy folyamat, igen. Amit ugye művészileg is föl lehet. Egyébként először egyé válnak, és csak utána kezdenek el szenvedni. Nem azt mondtam, először beleszeret. Beleszeret, utána egyé válnak? Nem, bele... Na, tessék. Beleszeret, láttad, hogy nem olyan ideve jönni? Beleszeret, vannak problémák, egyé válnak, és meghalnak. Ezt mondtam. Mindegy, szerintem a sorrendem, ez jó. Képzeld, olvastam a Rómeót. Még láttam is, de mindegy, hogy viszont a filmben, hogyha valaki ezt megszokja, hogy a színházban ez így megy, akkor ugye az agyában meg a testében fölépít egy szerepet. A filmben meg össze-vissza, adott esetben először válsz egyé. Igen, igen. És az nem időrend. Hogy lehet ezt? Én eddig nagyon szerencsés vagyok, mert én olyan filmrendezőkkel dolgoztam, akik próbáltak a forgatás előtt, és ez egy jó egy hónapos hát próba. Igen, még az is egy probléma, hogy akkor most igen. Szóval, hogy és akkor ott ezt nagyon jó végig beszélni. Ja, tehát ezt sorrendben elpróbáltátok? Hát, hogyha nem is sorrendben, de hogy nagyon sokat beszélünk, karaktert építünk fel, a partnerrel ismerkedünk, tehát hogy mert erre a forgatáson nincs idő. És akkor mire eljutunk odáig, hogy felvétel van addigra, már van egy elég erős valami belül, amit így tud vagy érez az ember, és akkor ezt így egyszerűbb... Annyira jó nézni a szemedet ilyen közelről. A Lizában is olyan sok, annyira sok közeli és olyan sok szép kép volt, és ez tök jó. Na, jó. Ez kérdés volt? Hogy nem. Igen, nem, én is néztem reggel a szemem a tükörben. De olyan hülye vagy, Györgyi. Nekem az a problémám, hogyha nézem a szemem a tükörben, nem látom, mert ugye, ha viszont szemüvegben nézem, mert már van vagyok. Igen, ha szemüvegben nézem, akkor meg már az másik történet. Nézhetem én a szép szememet. Milyen díjakat kaptatok a Lizával egyébként, mert az egy egészen különleges film volt, tehát újszerű volt mindenféleképpen. Igen. Azért, mert a rendező is új. Igen, minden szempontból újszerű volt. Igen. De rengeteget, úristen, most megint szégyellem magam, soha nem tudom megegyezni. 38 díj volt talán összesen? De jó, hát 38 díjat ne is jegyezzél meg. Nem vagyok biztos benne, de körülbelül. Körülbelül lesz, igen. És nekem
Nagyon nagy öröm, hogy nagyon sok országba választottak abban az évben legjobb színésznőnek. Egyik helyen se voltam ott, ezt nagyon sajnálom. Ez egy magyar színész sors, hogy, mi, tehát, hogy egy külföldi színészhez képest mi ugye egyszerre 46 ezer dolgot csinálunk, ezért így előadás nem maradhat el, azért mert kedden telefonálnak, hogy csütörtökön át kéne venni a díjat, tehát hogy ez ilyen nagyon nehéz. És akkor ki veszi át? Pedig lett volna Brazíliában is egy. Igen, tehát hogy az nem, csodálatos, mert a Facebook oldalon olyan jó visszajelzések vannak, tehát tényleg Koreából, Brazíliából, Mexikó, van egy mexikai rajongó, aki követi az oldalam, tehát hogy ilyen... Jó, hogy ilyenkor rácuppannak, nem? Igen, tehát hogy vannak így külföldi rajongók, ahol a filmet bemutatták, mi ment mozikba, és akkor... És akkor ilyenkor nem hívnak külföldi filmbe szerepelni? Nem. De kár. De kár, de egyébként ezt gondolod, de valószínű, hogy ez így normális, hát... Hogyha a bocsánat, a hasonlat, a Neotó zenekar nyert Koreában a Holnap hajnali galát, onnantól kezdve nem mondták azt, hogy gyertek Koreába lemezt csinálni. Nem, meg hát a színészet az egy nagyon szép, ám de másik részről ilyen szempontból borzalmas dolog, mert hogy ezt anyanyelvi szinten működik a legjobban. Tehát, hogy oké, vannak kivételek, tehát, hogy persze Penelope Cruz, de hát tudjuk, milyen akcentussal jó, de beszél, de hogy, tehát, hogy... Ez mégiscsak az anyanyelvedhez kötődik a színészet. Tehát, hogy az az igazi. Most külföldön, aki nem angol anyanyelvű, az nem ott nőtt föl gyerekkorától, az általában valamiféle akcentussal beszélő szerepet kap. Ezután és akkor... a magyarokat például előszeretete játszák oroszok valamilyen okból kifolyólag. Hát, az akcentus egyébként, tehát a politika is erre tart, úgyhogy semmi gond ebben nincs. Ezúton szeretnénk szegény Borbé Alexandrát is kiábrándítani, hogy nem. Mostantól nem fogják hívni a Hollywoodba. Soha nincs ilyen, mert bármikor lehet bármiféle csoda. Úgy, én nagyon drukkolok a Szandrának, úgyhogy ja, nem csoda. Csak, igen, de ő egy ilyen naív lány, úgyhogy ő még el is hiheti, hogy most ott az Oscaron, akkor majd úgy lesz. Nem olyan naív ő. Nem? Nem annyira. Nem? Nem, szerintem nem. Hát azért ő igen, mindegy, ezt most nem hát is nem, ez inkább sok tapasztalat. De bezeg ő ott volt ugye a legjobb színésznöki osztáson. Hála Istennek, tök jó. De milyen, és te tök is, jó. Te kibírtad volna a sírás nélkül? Nem. Vagy te is így hüpögtél volna? Persze, hát ez egy olyan dolog, ami hát mikor történik. Szerinted akkor miért bírják ki az amerikai színésznők? Mert ők megszokták, hogy minden évben ott vannak. De ott sem mindegyik bírja ki szerintem. Nem mindegyik, de azért sokan. Sokan. Hát lehet, hogy ők ezt megszokták, vagy természetesen. Nekem az is furcsa, hogy a palik kibírják. Tehát, hogy szépen nem mondják, hogy köszönjük a tímnek, köszönjük a... Az is lehet, hogy annyira sokkot kap az ember, hogy... Te síros vagy amúgy? Én nagyon. Borzasztó. Tényleg? Aha. Lelkesen sír, ha bármi van. Igen. De például egy... bánatomban bármikor... Képzeld el, amikor majd öreg leszel, mint én például. Egyre én most jobban. Már egyre jobban, de nem egyre, hanem 61-re, igen. Elmegyek egy színházba, például most legutoljára téged a Sötétség hatalmában láttalak a Budaörsi Latinúri színházban. És amikor van ez egy ilyen nagyon jó előadás, és a végén meghallanak a színészek, nekem állandó meghatódásom van. De jó. Így, nem tudom miért, de mondjuk idén még kevésszer éreztem ezt, de... Figyelj, a legidegesítőbb, azt tudod mi volt, amikor a Pál utcai fiúknak... Na, mert ott ugye az a történet is tragédia. Kaptam jegyet, mert a Györgyi vette valakinek ajándékba, de viszont ő nem tudott Sárnyi elmenni, napra. Sári, uh-huh. És ezért én elmentem az anyukám, és ott ültem, és akkor ott jönnek, és úgy rád hajolnak, tehát rendesen odatérdel, és így rád hajol. És én olyan zavarba éreztem magam, mert hiszen ismerem őket mindegyiket, már úgy látásból, meg van, aki személyesen is, és ott, hát... Jó, de biztos jó, elnézték jó. Neked, hogy az első sorban elnézték, hogy ott zopogok az első sorban, nagyon jó. Nem, hát annak örülnek. Igen. Gondolom, itt a Sötétség hatalmában is azért a reakciókat erősen lehet érezni, mindenután ez egy kis tér, amit körbevesznek a nézők gyakorlatilag. Igen, ezt Alföldi Robi így álmodta meg, hogy körbe ülnek minket. Nem, csodálatos álmai vannak. Nagyon, ez egy nagyon különleges darab lett ott, úgy érzem. Meg a csapat is olyan egyébként, tehát, hogy valami angyal szállt el.
miközben borzasztó dolgok, igen, borzasztó dolgok történnek magában ebben a színdarabban. Jó, de hát ezt te Tolsztoj írta? Tolsztoj írta, de hát a CKB ott jön, megy, hát szóval az már milyen? De nagy, és nagyon de jó dolog ilyen közel lenni a nézőhöz. Nagyon jó. Hát például én együtt szerepeltem a Operett Színházas produkcióban a Bencével, és akkor a Bence még kisgyerek volt, a Bras Bence még nem volt főiskolás, a tehetségkutató után ment az Operett Színházba, és ott azért tényleg nagyon sokat és jókat játszott, de hogy egy nagyon komoly színész lett belőle, és ez most itt kiderült, és annyira csodálatos. Igen, igen, meg nagyon jó ember. Ez is nagyon fontos, Bencs, hogy... És elbír engem, ez egy nagy csoda, igen. Igen, mert ráül a... Ráülök, és ráfekszek, és akkor utána felemel, meg hoz víz, tényleg fantasztikus. Furcsa egyébként, mert néződően ezt lehetett hallani, amikor Mari rá... Egyáltalán nem. De a nézők nyögtek a Bras helyett. Na. És a Sár is nagyon ügyes, és igen. Egyáltalán. Igen. Nagyon szeretem. Nagyon szeretem Balsai Monit. Nagyon szerettem Balsai Monit. Győrben a Portugálban. Szerintem a győri Portugál jobb, mint a Katonában volt. Na, köszönjük szépen. De te ilyen kalandosan kerültél a színházba, nem? Tehát nem a klasszikus, nem a klasszikus úton, módon. Nem, igen. Hát nem vettek fel a főiskolára, ötször hányszor? Próbáltam. Öt. Igen. És nem sértődtél meg? Hát de. Nem úgy értem, hogy valamire megyünk. Igen, nem fogad megsértődni. És látod az élet téged igazol? Hát, igen. Hát, de ez nem, egyébként nagyon vicces, mert aki ötszörre az Ács Jani dobott ki, aki utána 4 hónapra rá Győri Nemzeti Színházba rendezett. Téged? Igen. És milyen volt vele dolgozni? Csodálatos. Szóval, tehát nekem a Kocsmáros György, aki a Győri Nemzeti Színház igazgatója volt, akkor én oda kerültem, meg az Ács Jani, ők a papáim, tehát hogy édes apukám mellett ők az én mestereim. De ez hogy történt? Most akkor ezt meséld el. Hát ötször kidobta. Igen. Várj egy kicsit, az Operett Színházban is voltál, ugye? Ott igen. Tanultál igen. Egy darabot? Sportoltam, mert egy iszonyatos túlmozgásos gyerek voltam, és akkor ezt valahogy le kellett kötni, és akkor elvittek engem szertornázni, úszni, mindenféle dolgot csináltam, de nem vagyok ebbe jó, nem vagyok egy versenyző típus, meg sose értettem azt, hogy miért kell valakit legyőzni. Ez egy olyan hülye dolog. Valami, a barátnőm úszott mellettem, és akkor ez olyan hülyeség. Meg hogy így nem, valahogy ez nem hajtott. De egyébként nagyon hasznos, mert fizikálisan rengeteg dolgot kaptam ettől, hogy sportoltam. Rákjegyű vagy? Nyilas. Nyilas? Mm-hmm. Nyilas. Jó. Azt hiszem, hogy mérleg aszcendenssel, de ez nem biztos. Na minden. És hogy aztán így elkerültem egy gyerekszínjátszó csoportba, és ott úgy egyszer csak csapatba kerültem, nem egyedül kellett valaki ellen harcolni, hanem együtt, egymásért, és ez csodálatos volt, és aztán ott valahogy ez így elindult, hogy nekem ez kell, vagy ez megy. És aztán 16 évesen elkísértem egy fiút az Operett Színházba felvételizni, ugye ott a stúdióban 18 fölött vesznek fel embereket, és akkor egy ilyen zenés táncos számot adtunk elő, és akkor azt mondták ott, hogy olyan aranyos ez a pipi, hogy nyugodtan gyere ez be, majd látogass be órára. Jó. És akkor én belátogattam. És akkor kis foglalkoztak ott a Földes Tamás? Nem. Képzeld, Megyesi Mária volt, aki a beszédet, a Mikolai László vezette akkor ott a stúdiót. Mikolai gyerekkori ismerősöm volt, igen. És akkor bekerültem statisztálni ott előadásokba. Úgyhogy hát pont valamelyik nap láttam a tévében, Hamon Péterről volt egy nagyon gyönyörű portréműsor, és akkor ott volt az Őrült Nők ketrece, amit ő játszott. Én akkor voltam, ott Tartalékmadár voltam abban a darabban. Na, kedves Tartalékmadár, akkor adjuk át a szót a csodálatos Kárpáti Ivánnak. Tartalékmadár! Mert addig mi csipogunk. Világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társai, Lang Györgyi és Falusi Maria. És Balsai Móni, művésznő. Aki egyébként nagyon szerény, és nagyon csöndes, és nagyon lágy, és finom. És pont ott tartottunk, hogy az Operett Színház. Igen, az Operett Színházat aztán elhagytad. Igen. Hát még a stúdióba bejárt is azt véletlenül. Bejárhattam, és akkor... És statisztált, és Tartalékmadár volt. Igen, Tartalékmadár. Nagyon jó volt egyébként. Ugye?
Azért az egy érdekes, ez mindennek a tanulmányi központja az operatív, amit Véperet színháznak is írva. Hát akkor még ez nem ilyen volt. Nem sok közöm lett egyébként az operethez, vagy így a zenés műfajhoz, de nagyon sokat lehet tanulni mindenből. Énekelni tudsz? Nem. Mennyire? Mennyire tudok mennyire nem énekelni? Nem tudsz. Igen, ezt az Alföld is kérdezte tőlem, így, hogy esély, mennyire nem. Önbizalom kérdése, és nekem fazék volt a jelem az óvodában. Nekem megsöprő, akkor most repüljek. De tehát, hogy ez egy ilyen rossz beidegződés, valószínűleg így jobbiból, nagyon rekedt mély hangom volt. Hát az isteni. Hát az isteni, mint a Bonnie Taylor. Vagy Tyler. Szabó Bonnie. És akkor onnan kerültél ebbe a gyerekstúdióba, az operetből? Nem. Fordítva, igen. És hát az operett után meg már ugye jöttek a felvételi időszakok, és akkor az nem sikerült. Közben a József Attila Színházban egyik darabhoz kerestek táncos fűfabokrokat, és akkor én oda jelentkeztem. És ott 6 lány, 6 fiú kellett egy előadásba, Budapest a csodás volt, 144 szám egymás után, csak zene, így átívelt a századon. Nagyon jó volt egyébként. Én láttam azt, abban a Tomposkátja benne volt? Nem. Akkor nem azt láttam, jó. Nem. És ott úgy megszerettek minket, meg addig könyörögtünk ott a színészeknek, hogy ebből egy ilyen 3 éves hosszú stúdiós program kezdődött. És hát figyelj, ott a Stankai Istvántól kezdve a Galambos Erzsin át, a Szabó Éva nénin, a Csarnói Zsuzsán, a Vándor Éván, tehát szóval ott olyan emberekkel találkoztunk, akik ennek a szakmának a csinyát, bínyát. És oké, lehet, hogy nem Zsámbékinak hívják őket. De szóval, hogy én azt érzem, hogy én a főiskola helyett ilyen emberektől tanultam, és akkor én ezt onnantól bízem. Igen. 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 De jó. Szóval, hogy én nem egy iskolából szedtem össze azt, ami most van, hanem az, hogy az ember állhat mondjuk Béres Ilona mellett, az egy képzés. Tehát, hogy az egy meg, hogy nem vesz fel manírokat, hanem ilyen teljesen természetes tud maradni, mert neked az egyik legnagyobb erényed az, hogy olyan természetes vagy a színpadon, mint ahogy itt most beszélgetünk, és ez tök jó. Ezt köszönöm, hogy ezt mondod. Egyébként nagyon sokszor volt az, hogy azt mondták, hogy az a baj velem, hogy nem vagyok semmilyen. Jó, pedig az a legcsodálatosabb az én egész. Én is az most már ezt gondolom, meg hála a jó Istennek, azt hiszem, hogy e felé megy az van. Egész, tehát hogy ne legyen manír, vagy hogy... Igen, meg az nagyon jó. Adj egy pohár vizet. Azért azt is egységbe kell húzni. Sziasztok, lányok! Nagyon örülök Barsai Móninak, nem csak a fejébe, a gyönyörűségébe vagyok szerelmes, hanem leginkább abba a csodálatos, erotikus hangjába. Jaj, minden jót, Mónika! Üdv, P. Viktor! Jaj, köszönöm. P. Viktor. Na hát. Viktor, majd azért nekem is írjál egy... Nem, én ezt szoktam pirulni. Tudom, most olyan, mint ő. Kicsit. Viktor, most fogalmazzál velem kapcsolatban is, légy szíves, minimum. A minden jót, Mónika, az adott volt. Hát elfogadom, én minden névre hallgatok, hogy szépet mondod. Gratulál, lányok, teli találat a vendég, tehetséges, jó karakter, tiszteli az elődöket, és ez a fazék jel, meg a fűfa, nagyon jó humora is van, és őt nem vették föl. A nézőknél átment, írja egy valaki, P.A. Köszönöm. És akkor mi történt utána? Mert utána volt egy csomó mindenféle, amit csináltál, és akkor mi volt a nagy áttörés? Tessék szíves ezt így. Igen, hát a nagy áttörés az, hogy az akkori főiskolások, akik közé én próbáltam felvételizni, ők nem annyira akartak vidékre menni színésznek, mert mindenki a katonába akart menni. Éppen emiatt hiány alakult ki vidéken, és akkor a Győri Nemzeti Színház, hála a jó Isten, meghirdette azt, hogy ide fiatalitás kell, és hogy egy 3 fordulós felvételi volt, nagyon komoly. És az életem legcsodálatosabb ilyen casting élménye, mert olyan emberek ültek velem szembe, akik nézték, hogy mi csinálunk, kíváncsiak voltak, és csóáltak. Tehát, hogy ugyanis ők szívtak utána veletek, úgyhogy muszáj volt olyan felvenni, aki jó. Úgyhogy én igazából ennek
köszönhetem. A színházi életet azt ennek köszönhetem, és csodálatos. Tehát olyan 9 évet töltöttem el ott, hogy én eljátszottam a félvilágirodalmat. Tehát, hogy ez ennél több. És hát vidékben ez a jó, hogy tényleg egyébként még amikor a József Attila stúdiába jártam, akkor a Valló Péter rendezett ott egy darabot, és ő mondta nekem akkor, hogy menjen vidékre. Ja, mert hogy igen, tehát a Lénárd Péter az le akar szerződtetni a József Attilába. Csak azt éreztem, hogy ott, ahol gyerek vagyok, sose lesz igazán komoly a helyzet. Volt egy ilyen megérzésem. És hát úgy tűnik, hogy bejött ez. Uh-huh. És a Valló mondta, hogy menjek vidékre, ott mindent lehet. És tényleg mindent lehet, mert Shakespeare-től kortárs drámaírókon keresztül még zenésbe is beletettek, bár ne tettek volna. Tehát, hogy, de hogy azért tőlük is érdemes megkérdezni. Hogy, mi volt a zenés? Képzeld el, hogy a... jaj, gyorsan akartam mondani. Én is. Jó. Hagymát is hagymával eszem, mibe van? Hippolit. És ott volt még akkor a Tóthai Máté? Igen. Igen. Imádtam. Nekem nagy barátom volt, amikor éjjel 3-kor már jó állapotban volt, akkor én a Hazugok Álmát aludtam otthon, és csöngött a telefon, az mindig a Máté volt. És akkor mindig hosszan, nagyon hosszan beszélt. Engem is hívott így. Ilyen. Igen. Szeretett ilyen telefonálni. És akkor Győrből? És akkor Győrből el kellett jönni, volt egy idő. Mert igazgatóváltás volt, igen, és miközben az egyik legnagyobb tragédia volt, hogy így valahonnan így, ahol elindultál, azt így ott kell hagyni, és ilyen nem jó érzéssel kell ott hagyni. De például, a legjobb dolgot hozta. Tehát, például hogy, ott a Forgács nem harcolt, érted, hogy maradj ott? Hát amikor aztán a Forgács lett az igazgató, ő az hívott engem vissza, de addigra már elindult egy másik élet. Meg egyszerűen azt éreztem, hogy oké, ha most itt született egy döntés, én is mertem egyet lépni, muszáj is volt, akkor így ennek menjünk neki. Mert sokkal jobb előre fele menni, mint visszafelé. És jó döntés volt. És akkor hova mentél szabadúszni? Hát akkor egy évet játszottam Székesfehérváron, és aztán a Magyar Színházban voltam vendég, ami ugye volt nemzeti, és aztán amikor az Őze Áron lett az igazgató, akkor leszerződtem oda a Magyar Színházba. Csak gyönyörűen indult az egész, egy kemény fél év volt, ami csodálatos dolog, így Guelmino Sándorral karöltve, ahogy összeállították az évados programot, meg akik oda szerződtek velem együtt, ez egy gyönyörűen indult, és aztán mindenféle pénzmegvonások miatt így bedőlt minden olyan terv, ami ilyen gyönyörűen indult, úgyhogy ott ez történt. De a csapat az csodálatos volt, és nagyon szép dolgokat töltöttünk ott. Hát én egy ilyen hülye, hűséges típus vagyok, és kitartó, és azt hiszem, hogy mindent meg kell próbálni, és hogy tegyünk meg minden lépést, még egyet, és akkor ez most nem is tudom, hogy az hány év volt. 3-4? Lehet, hogy 5. És aztán mindig meglepődök azon, hogy milyen neveket mondasz, mert most én azt gondolom rólad, én, Lang György, Balsai Móniról, hogy te egy ilyen tök fiatal lány vagy, és már így a színházakban eltöltött éveid, ezt mindig megcáfolják nekem. Meg az, hogy ötször felvételiztél, akkor utána 8 év Győr, vagy 9. Hát, ha 40 vagyok most. És én azt hittem, hogy ilyen 28 körül. Ó, nagyon köszönöm, jövök máskor is. Megjössz nekem egy... Igen. Jó, hogy akkor ugye, és utána lettél szabadúszó? Igen. Na végre, most már elértünk idáig. Ahhoz. És a filmezés az közben folyamatosan ment? Vagy az a szabadúszás környékén? Nem, az már előtte, az előtte. Hát így, ahogy Győrnek köszönhetem azt, hogy a színészi pálya elindult, az HBO-nak köszönhetem azt, hogy a filmezés elindult. Mert az HBO társasjáték sorozata, ami ugye az első magyar gyártás volt. Szeretem. Én ott kerültem bele ebbe az egészbe igazából, mert másfél évig kasztingoltak. Nem hiszem. Képzeld el, mert az angolok, tehát hogy ugye azt első körben, amit ők megálmodtak, igen, és akkor kénytelenek voltak a casting direktorok már elmenni vidékig, hogy embereket hívjanak fel, és akkor így alakult ki ez. Tehát hogy én az angoloknak köszönhetem
filmezést, és na, az HBO-nak. Na, nemzetközi sztár volt. Tényleg, kérdez, nagyon büszke vagyok, mert az angol HBO irodába lefotózták, és elküldték, hogy az ottani főnöknek az én poszterem volt az asztalok fölött az irodába, képzelt el ebből a társasjátékból. De ez milyen jó. Hát ez hogy ők büszkék voltak erre. Hát lehetnek is. És aztán utána a másik HBO-s sorozat, a beszélgetős. A terápia. Igen, az ugye az most volt. Tehát hogy a társasjáték és a terápia között eltelt egy kis idő. Én és hát ami meg az igazi film, az meg a Liza volt. Ugye, ami a ami a legnagyobb. De azóta kapkodnak utána, de és ki le se tudsz ülni a filmekből, ugye? Ez teljesen, most persze, igen, azt kell mondani, igen, de azért ez nem ennyire így van. Nagyon szerencsés vagyok, mert hogy hál' Istennek megtaláltak. Is. Igen. Hát mondjuk teljesen más műfaj, stílus, meg igen. Irány, meg minden, de hogy pont azt foglaltam össze, hogy lehet, hogy ez most csak az elmúlt 5-6 évem, így a filmezés terén, de hogy hihetetlen nagy mákom van. Tehát, hogy az a dolog, hogy én egy ilyen képlékeny, formálható ember vagyok, mert nem vagyok semmilyen, ezért lehetek ronda is, meg nagyon szép is, ha ügyes a sminkes. Szóval, hogy ilyen amőba, erre mondta Attila azt, hogy olyan kaméleon, hogy amikor az ő kisfilmébe dolgoztunk először, akkor én a moziba a premieren álltam kint mellettük, és senki nem ismert meg. Tehát gratuláltak a Tilának, gratuláltak a Túlorcinak, és nekem köszöntek, és tovább mentek. És nagyon megvoltam, hogy ennyire rossz voltam, hogy senki nem mondja azt, hogy gratulál, és aztán kiderült, hogy nem, hanem hogy bocsánat, nem tehát hogy nem meg. Tudják, hogy ki vagyok. Holott nem volt rajtam téged? Smink. Nem bánt ezt téged? Nem, amikor én erre rájöttem, akkor borzasztóan örültem. Ja. Nem volt, tehát abban én egy paraszt asszonyt játszom. Aha. Nem volt smink, semmi nem volt, egyszerűen a stílus volt, meg a ruha. De fura. És szerintem ez rohadt jó. Mert ez mind azt igazolja, hogy a másik dolog, ami egyébként így viszont tud idegesíteni, amikor azt kérdezik, hogy jó, de te hol voltál eddig? Tehát, hogy ja. Ez a... ja, ja. És könyörgöm, ha azt mondom most, hogy Dobra Mara, vagy azt mondom, hogy Darabont Mikold, ők mind olyan színésznők, akik vidéken, velem egy korosztályban olyan szerepeket és olyan csodálatosan játszanak, és most csak kettőt mondtam ebből. Csak nincs le van szűkülve ez az egész itt Budapestre és egy három színházra. Fie, és hogy ez igen, nem azt jelenti, hogy csak az az öt ember tehetséges, aki ebben az épületben van, hanem igenis vannak vidéken, és akkor most csak nőkről beszéltem, férfiak ugyanígy. Hát képzeld, a Vári Éva is már 600 éve színésznő volt. Igen, Kaposváron és Pécsen, tő, hogy szépen mondjam, és akkor ismerték meg, amikor ő Pestre került. Persze, hát de vállam ugyanez, csak hogy ez a kérdés, ez, és nagyon sokszor szakmai embertől jön ez, hogy jó, tehát de akkor is olyan fura, hogy nem értjük, hogy ez miért most. Igen. És a leggyönyörűbb az, hogy közben meg vannak olyan pályatársak, és itt megint a Kulka Jánoshoz kell visszatérnünk, hogy akik igenis tudják azt, hogy mi történik vidéken. Tehát amikor én a Nemzeti Színházban vendégjátszottam, a vidéki színházi találkozón üvegcipőt játszottunk, akkor én előtte sose találkoztam a Kulkával, és de tudta. Ő jött, följött a színpadra, megkeresett, és ő teljesen tisztában volt például azzal, hogy én meg a többiek, akik abban a darabban vannak, kik. Igen, én ezért tartom például az Országos Színházi Találkozó rendszerét rossznak, mert azt is lerakják Pécsre, mint poszt. Mm. És akkor a pesti közöns, most csak a civilekről beszélek, nem a kritikusokról, egyáltalán nem mennek oda, és nem nézik meg. De te a saját szakmánkból sem nem, tehát, hogy egymás színházait, idő sincs, energia sincs, tehát, hogy nem, valami nem jól működik. Valami nem. Hogy nincsenek vendégjátékok, tudom, hogy igen, rengeteg ilyen volt, igen, hogy tényleg cserélni. Amikor volt a kritikusi díjátadó idén, vagy ami tavaly volt, és a Csombor Teréz, ő kapott egy díjat, nagyon udvarosan megtapsolták, de senki nem fogalmuk, tudta, igen. Nem tudták, igen. Hogy ők miközben miket tesznek le emberek, és hogy milyen csodálatos dolgokat.
Igen, hát az mindig egy nagy jutalom, hogyha egy vidéki színházból valaki kap egy Jászai díjat. Igen, végre megtalálta. És akkor az azt mondja, hogy az egész tömegből egy ember kap, az akkor már vidék le van tudva. Igen, hát ez sajnos így van. Pedig szerintem rengeteg nagy helyre be tudnának lenni, és akkor lenne néző is. Jött egy SMS P. Viktortól neked, Györgyik. Szia, Györgyike! Only you! Imádlak, és soha nem tudom majd meghálálni azt, hogy mennyit tanultam a színházról, magáról, a kellékesen át súgon keresztül az ügyelőig általatok. Köszönöm, P. Viktor. Jó, de általatok, akkor most megint azt jelenti. Györgyi, ne legyen már ilyen paraszt. Ne akarják kizárni. Kedves P. Viktor, nekem puncsoljál. Mert úgyis én mondom el a jó hírt, hogy a folytatódik a munka a Budaörsi Latinőügy Színházban, mert júni 1-től Berzsenyi Bellag Ádám lesz. Én mondom el a jó hírt, csak nem tudok olvasni. Gratulálunk neki akkor. Köszönjük szépen. Igen, tehát június 1-től az új igazgató Berzsenyi Bellag Ádám. Hát most a Frigyesi biztos szomorkodik. Mert? Hát már most akkor eddig ő volt. Ez megint olyan, mint a verseny, amit az elején mondtál. Tehát ezek a pályáztatások is, elképesztően örülünk annak, hogy Berzsenyi Bellag Ádám nyert, de valahogy itt akkor nekem bekúszik, mindig egy nagyon picit megsajnálom a régit, akinek meg menni kell. Igen, mindig van egy... Szóval mindig van egy ilyen rossz érzés az egészben. Igen. Na, hol tartottunk? Hogy mi van most? Most? Szerda? Igen, az itt tök jó napos szerda. Neked is olyan humorod van, mint a Györgyinek. Kicsinálsz, most itt ülök. Itt ülök, és veletek beszélgetek. Most múlt hétvégén volt bemutatóm a Centrál Színházba, Molnár Ferenc Delila. Nagyon nagy ajándék, tehát az, hogy Molnárt lehet játszani, az mindig ajándék, és ez meg most ez pláne, tehát ez gyönyörű szerep. És most egy kicsit pihenni fogok. Kik vannak még benne egyébként a Delilában? Puskás Tamás rendezte, Stól András, Trokán Nóri, Magyar Attila, Úri Pipi, akinek nagyon örültem, mert ő még pályám elején is találkoztam vele, Győrben. És nagyon... Nem, képzeld, nem Győrben, a játékszínben még annak idején. Mert ő Győrben volt az Úri, nem? Azt hiszem, volt ott is. Igen. És siker volt? Siker volt. De jó. Siker volt. Úgyhogy hát nagyon kell figyelnünk, meg vigyáznunk, mert nem szabad eldisznókodni ezt a dolgot. Tehát, hogy a Molnárnak van egy stílusa, amit nagyon szépen kell tartani, úgyhogy... Ja, hát a Molnár Ferenc az egy csodálatos szerző. A világ legcsodálatosabb szerzője. Igen. Egyen tökéletes. És hát olyan jó, hogy szeretik a nézők. Nagyon sokszor mondják azt, hogy ez poros, és ezért én mindig nagyon haragszom. Nem poros. Annyira nem poros, hogy most is folyamatosan azt kaptuk, hogy korba tartottuk, tehát jelmez, ruha, minden ott van, ahol kell legyen. Miközben olyan problémákat boncolgat, érint, mutatunk be játékkal és humorral, miközben a szívedet simogatja nagyon, ami teljesen aktuális. Tehát, hogy nagyon szép darab, és nem nagyon poros jó. Szerintem, hogy úgy beszéltek, mint emberek, tehát nem láttam. Igen, de Stól is tök természet, szóval igen ez a fajta. Na, gyertek, nézzük. Eljövünk. Mindenféleképpen. Azt írja István, hogy anyám, ez a kacaj, Bódi, Szilvi, Zimány, Linda, ugyan már csatlakozom a csatlakok nőidája, a jelenlevő drága hölgy vendégetek, azt most nem tudom igazán. Tisztelt Mónika, Iza, Viktor férfitársamhoz kapcsolódva megerősítem, hogy a 40 plusz korosztály agyában... Én nem tudok olvasni. És te mit Györgyi, hát korosztályú nányába, hát ez a névvár, most ezt hogy olvasom. Fel. Minden téren, de ha fejen állok, se lehet kikerülni azt a megmagyarázhatatlan szexuális kisugárzást, ami neki téli kabánon is több, mint a fent említett személyeknek egyszer tangában. Csókolom, és legyetek boldogok, István. Na, megerjedtek a férfi hallgatókat a rádió előtt, a mindegy. Nagyon köszönöm, jaj. Most Molnár Ferencnél tartottunk, akinek volt három felesége, ugye? Igen. De viszont neked a magánéleted milyen? Mert azt olvastam, hogy azt írtad, hogy mindenkinek meg kell próbálni megbocsájtani és rendbehozni a dolgokat. Hát igen, itt ez a Delila kapcsán volt, mert ugye itt ez egy szerelmi háromszög, illetve négyszög, és hogy, hát mint ahogy itt most említett,
Én magánemberként, így amit mondtam nektek, hogy a színházban is a társulat, hogy így egybe maradni, vagy esélyt adni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem kell rögtön csapdosni, vagdosni, fölállni, távozni. Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor ezt is meg kell tenni, mert hogy kell húzni egy határt, amin tovább már nem lehet valamit elviselni, vagy elmenni. De addig, amíg van egy pici esély is az embernek a lelkébe arra, hogy ő még igenis tenne, akkor szerintem meg kell próbálni, mert ma ez egy baromi nagy divat, hogy mindenki elválik. Az egyszerűbb. Az az egyszerű. És mindenki az ez benyomásokra vágyik. Igen. És ez te megtaláltad mutasár. Egyébként azt a társat, akivel ezt meg tudod csinálni, vagy nem? Hát én úgy érzem, hogy igen. Remélem, hogy... Remélem, hogy ő is úgy érzi. Igen, mert hogy azért ez két ember kell. Tehát ez nem úgy van, hogy az egyik manára ragaszkodik, és majd ő tudja. Igen. És te meddig tudsz megbocsájtani? Akár színházban, akár magánéletben. Nagyon tudnak dolgok fájni. Ezt megtanultam, hogy ha az ember haragtartó, vagy valamit így visz magával, az annyi keserűséget és annyi rossz dolgot szül, és ez baromi nehéz megcsinálni, de hogyha egyfolytában abba ülök, és azt ismételgetem, hogy nekem mi a fájdalom, a rossz, akkor így nem lehet élni. Még meg is betegszel. Meg. És én nekem igazából mindig akkor jön el az, hogy így nagyon erősen rájövök arra, hogy igen, most kell dönteni, felállni, váltani, amikor kezdem ezt érezni, hogy fizikálisan valami nem stimmel. Mert a lelkemmel baromi sokat bírok, lehet, hogy túl sokat is, mint amit kell, sokszor, de... Hát vagy az eszeddel, vagy az agyaddal, nem? Igen, valószínű. Lebeszéled magad arról, hogy ez neked rossz? Igen, képes vagyok erre. Aha, érdekes. És ugye, hogy az állatok közt van a legtisztább érzelmi kapcsolat? Igen. Az emberek és az állatok közt, ott nem kell magyarázkodod, nem kell semmit mondani, minden jó. Ez feltétel nélküli. Minden jó és tiszta. Persze, bár most már kajaválasztáshoz köti azt, hogy mikor igen, kell. Igen, ezért ezt én is akarom mondani, hogy a feltétel nélküli az azért, hogyha a mi kutyánknál valakinek kaja van a kezébe, akkor azt ő nagyon szereti. Na de ha de mondjuk, elhívod, ha kimegyek a szobából, igen, vagy a párom kimegy a szobából, akkor ott hagyja. Tessék. Tehát, hogy azért ez... Na most meg is cáfolod. Meg rögtön megcáfoltam. Jó, mindenkit el lehet bolondítani. Gyere el az én színházamból, olyan szerepeket kapsz, hogy elájulsz. Aztán utána... igen, lehet ígérni mindenfélét. Ugye? Igen. És mondod, hogy pihenni fogsz, mi a pihenés neked? Hát azért játszol közben folyamatosan, nem? Igen, előadások lesznek. Hány, mikben játszol kint a Latinovicsban? Igen. Aminek most már Berzsenyi Bellagányi. Budaörsön, centrálban van két előadásom, van egy füge produkció a Táliában, ami egy Ludmilla Ulitskaja rövid novellából. Van, azt nagyon, azt nem láttátok még? Nem. Akkor nagyon nagy szeretettel várunk titeket. Jaj, mit hagyok ki? Mit hagyok ki? Hát valamilyen színházban még vagy. Tehát a centrál, a Tália, Budaörs... Úristen, valami. Jó, most persze, hát a Rózsavölgyi Szalomban volt decemberben egy bemutató, ami meg a Valentin nap éjszakája. A Makranci Zalánnal játsszuk, két személyes darab, ez is egy ilyen nagyon különleges pszichotriller, ami nagyon jó dolog, mert színházban nagyon keveset lehet ilyet látni, meg csinálni. Dráma. Pont tegnap volt előadásunk, és annyira jó verzi, hogy nagyon szeretik az emberek. Meg mi is. Úgyhogy a szabadúszásnak amennyire ijesztő volt az elején, igen, tök jó. Sokszínű, tehát hogy bátornak kell lenni, meg merésznek, meg tényleg tök kiszámíthatatlan, de és ez most mi a nagyon jó. Hát nem tudom, valamit ki fogok találni. De mert most csak azt szeret? Látom, hogy nagyon szeretnék nyaralni, igen, mert ez most évek óta nem sikerült. Úgyhogy... Sok olyan hely van már, hova kutyát is lehet. Igen. Nekünk van egy hely például Ausztriában, ahova nagyon szeretünk visszamenni, úgyhogy most ezt megbeszéltük, hogy ott oda mindenképpen akarom menni. És én nagyon szeretek úszni, meg nagyon szeretek erdőbe lenni a kutyával, meg a párommal. Igen, és nem jönnek a kullancsok? Györgyi.
De jönnek a kullancsok, de tessék. Kutya be van védve gyógyszerrel, sajnos mi még nem vagyunk bevédve gyógyszerrel, ami pedig nagyon jó lenne. De van, tehát, hogy gatyát betűrjük zokniba, befújjuk magunkat nagy sprével, és nem. Akkor nem. Aztán, tehát, hogy figyelni kell, de most ez is olyan, hogy én is félek, meg volt már bennünk is, de most megint ott tartunk, hogy én nagyon szeretek félni egyébként, én egy nagy félő vagyok, de hogyha most ezt is ennyire vinném magammal, akkor tényleg... Tehát, hogy el kell, nem tudom. Hát az ilyen... Tényleg, Krimi, az egy kicsit ilyen adrenalin. Hogy mi lehet rossz, előre, vagy pedig úgy közben stresszeled magad? Igen. És olyan vagy, hogy úgyse fog sikerülni, és aztán utána milyen jó, hogy mégis sikerül? Nem, azért ennyire nem, hogy úgyse fog sikerülni, tehát, hogy így mindig bízok. Nem az erre gondolok, bármire, most én is bármire. Nem, én szorongó alkat vagyok. Na, erre írjatok valami szexuális tartalmat. A nagy szorongó. Milyen szexi, mikor valaki szorong? Tudom, hogy most egy ilyen bulváros kérdés lesz a vállalatásnak, úgy ért véget, hogy tulajdonképpen véget ért, de azért még mindenki életben van, mert még a szalontai tünde sem. Mindenki életben van, igen. Tehát akkor a lehetősége még megvan, hogy ez esetleg. Meg, de biztos nem. Nem, tehát ne haragudjatok. Hát hagyni kellett volna lebegni. Igen, de hát nem, mert biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Biztos. Ezt kimondták. Így, jó, persze, soha nem mondj semmire, ugye? Azt, hogy biztos, de hát volt, is tehát, most elvileg ez le... A jockeyeknál is fölé lett valaki, igen, tudod ki, igen, az a másik. Igen. A Bobby Ewing. Igen, meg lehet, hogy csinálnak egy nagy mozifilmet. Mert még ez szokott menni. Így hogy... válunk mi, annak az lesz a vicces címe. Igen. Hát ez is egy időszak. Volt jó, egy volt? Nagyon szép, jó is volt, minden volt benne, aminek lennie kell. Mint mindig mindenben. Azt írja Viktor. Na, nekem, mert akkor még kérdezik. Nem, Györgyikém, sajnos lecsúsztál erről a dologról, viszont ez egy ilyen nagyon komoly. Buktam Viktort, Móni, az összeset. Ha esetleg mégis letiprizne az embered, akkor azért jelezzél, légy szíves, valahogy. Kedves Móni, lejárt az időnk. Köszönjük szépen, hogy eljött. Én is, Barsai Móni volt a vendég. Puszi. Sziasztok. Szia.